kellemes időtöltés. Sziasztok, szép napot mindenkinek, az M3 autóparkban vagyunk, ahol egy Ford Mondeo elé-belé ültem, és 245 ezeret futottam. Ugye egy V6-os autó, 1998-ból, és ugye ez a benzines motor, ami benne van, ez 170 lóerős. Egy rövid indítás után tökéletesen üzemel a szerkezet, mint látható elalszanak ugye az ellenőrző lámpák benne, illetve ha jó a fékünk, akkor kialszik még a féklámpa is, ez a kis ellenőrző kontrollámpa. A bőrkormányunk szervós, ugye is egy légzsák itt, és egy pedig jobbról kapott helyet. Ezen kívül van egy bordkomputerünk itt középen, látható a fogyasztásunk, illetve hogy meddig tudunk elmenni az üzemanyaggal. Automata digitális klíma van benne, gyári zene, és koncertó épp a kipörgés gátlót akarja bekapcsolni, vagy kikapcsolni. Köszönöm szépen, de annyira kis gyenge karja van neki, hogy nem tudja lenyomni a gombot. Állítható az ülés és a kormány oszlop magasságunk, az ülésünk az elektromosan állítható, és ez nem csak én nyomom a vakvilágba, ez működik is benne, úgy, ahogy ugye az ablak is ugye működik benne, ráadásul automata funkciós is. Ilyen fabetétek vannak itt körülöttem vagy előttem, ami így feldobja a kis szerkezetet, és plüskár pitos a jószág, ami nincsen szétkoptatva, annak ellenére, hogy 98-as autót nézegetünk. De nem azt, csak azt mondom, hogy ő nagyon szép elő, itt hátul is nagyon szép, itt abszolút nincs elhasználva. Vannak szépségbibi foltjai neki, ott lehet látni rajta, ettől függetlenül az autó teljesen rendben van és használható állapotú, teljesen kultúrát, árához mértem persze. Csomagtartója hatalmas, akár fekhelye is lehet alakítani, ezt most Feri és Peti már rögtön be is mutatják, hiszen rögtön befeküdtek, két személynek tökéletes lehet, főleg, hogyha lehajtják a két hátsó üléslapot, és vízszintes funkcióba helyezik azt az üléslapot, és már is lehet tentikézni az autó hátuljában. A jobb oldalán is ugyanazt láttuk, mint a bal oldalán, ezen kívül különben teljesen rendben a szerkezet, épp a szélvédője, nem kell cserélgetni rajta semmit, van 2017. februárig műszakia, és itt van egy vad benzinmotor ketyerészik benne, tényleg kellemes vele utazni, jó élmény, el is indul, ha ráértünk a gázra, egy jó akkumulátor pedig egy éves benne összességében, úgyhogy azt sem kell biztos, hogy cserélni, úgyhogy várjuk az érdeklőket, gyertek be hozzánk, legyen a tiétek ez a Ford Mondeo, igen olcsó pénzért, a viszontlátásra!